Hogyan mérik ismét a Google Analytikával a Joomla Virtumart alapon működő webáruházakban az elkereskedelmi konverziót? Azt, amit itt az analitika egy képernyőjén látunk. Megmutatja, hogy melyik termékből mennyit adott el, mekkora bevétele lett, és még sok minden egyebet. Na ez az az adat, amit a legtöbb webáruház tulajdonos nap mint nap szívesen néz. És igazuk van. Csak hogy a Google Analytikában egy ideje nem működik jól ez az elkereskedelmi adatgyűjtés a csomás webáruházakban. Zárójelben hozzáteszem, hogy a WordPress alapoknál is vannak problémák, erről olvastam az elmúlt hónapokban. Most azonban csupán a Joomla Virtumart oldalakon keresztül mutatom be a probléma jellegét és a megoldáshoz vezető útvonalat, mert sajnos tényleg nem ilyen csettintésre megy. De megoldjuk. Tulajdonképpen a dolog egyik fele rendben van. Mindegyik webáruház jól tudja mérni ma is a fizetett hirdetések konverzióit, de csak a Google AdWords-ben, aki fizetett hirdetésekkel is dolgozik. Ám nem tudják mérni ők sem a Google Analytikában az összes fizetett és nem fizetett vásárlások számát és a bevételt termékenként elkülönítve. Pedig ez nagyon jó lenne. És ez nekem is nagyon fontos. Nem túlzok. Tényleg 100 napot szántam a probléma megoldására. Kerestem a megoldást az összes elérhető nemzetközi fórumon, a Google Support oldalain, a Google írországi telefonos ügyfélszolgálatával együtt. Szerintem már név szerint ismernek, és nem biztos, hogy mindenki örül nekem. Naponta foglalkoztam vele a szabadidőmben is. És készítettem írásos összegzést is, amit elküldtem mindenhova, ahova csak tudtam. Sajnálják, ám nem tudják megmondani, hogy hogyan lehet a köszönő oldalakba elhelyezni az AdWords Conversion Value követő kódot úgy, hogy ez mérjen az analitikában is, ha Joomla és Virtumart oldalakról van szó. Látják, hogy nem működik, belátják. Nem én, nem mi hibázunk. Ám harmadik fél programjaira nincs technikai támogatás. Elfogadom. Azért ott van a kérdés, még továbbra is nyitva. Sok ezer webáruház fut WordPress és Joomla adatbázison, akkor miért nem tudják ezt is megoldani? Hiszen korábban tudták. Valamikor április körül jelentkeztek az első problémák. Ezt szeretnénk újra látni az analitikában, valahogy így. Van, aki még ma is azt hiszi, hogy a megoldás egyszerű. Ezt kell csupán használni, mondják. Na jó, de ezt mi eddig is használtuk. Tudtuk eddig is, és használtuk. A konverzió kódot mindig a konverziót, a vásárlást követő oldalba kell betenni abba, amit a vevő a konverzió után lát. Ez leggyakrabban a köszönő oldal. Igen, ám csak, hogy a programfejlesztők új utakon járnak, az okostelefonok és más mobileszközök miatt. Minden tiszteletem azoké, akik a szoftver és eszközök szinkronizálásán dolgoznak. Ma ez egy óriási kihívás. Nekik köszönhetjük, hogy mobilon és asztali gépen egyformán használhatók a webáruházaink is. És ezek a fejlesztők elmentek a pluginok irányába. Az a köszönő oldal, amiben betehetjük az elkereskedelmi követő kódot, ma nem a Virtumart sablonban képződik, hanem a pluginokban. Ennek a technikai és szakmai részét nem akarom bővebben magyarázni, de ezt azért jó kimondani, mert így követhető. A Google még a sablonban szeretné mérni a kóddal, ott, ahol korábban volt. Ott, ahol az ma már nincs. Az új Virtumartban már nem fogható meg a vásárlást követő oldal, csak úgy. Ezért nem látják a kódot a Google Support munkatársai se a forráskódban. Hiába mondják, hogy annak ott van a helye. Ebben tévednek. Ezért, amikor közvetlenül megkeresik a Google
támogatókat, és a telefonos tájékoztatásban ezt a mondatot hallják. Nem kell tőle megijedni. Ez van. A köszönő oldal teljes HTML kódját egy plugin generálja, mutassák meg neki ezt. Nekik. Bár nekik is elküldtem. A pluginba berakhatjuk a kódot. Ám ha többféle fizetési opció van, akkor elképzelhető, hogy ehhez több plugin fájlt is módosítani kell, mondta kollégánk, a programozó. És ezt én is tudom, hogy a weblog fejlesztők oda nem szívesen nyúlnak bele. Miért? Mert minden virtuális frissítéskor újra át kell vezetni. Nem töltődik át automatikusan, ahogy a Google analitikai kódok sem. Még a legjobb programozókkal is előfordul, hogy elfelejtik a Google kódjait visszatenni. 2012 óta a Google ezért a Tag Manager Container kód egy elemével próbálkozott. Ennek a vezetésével megoldaná az ilyen problémákat, ezért ez még nem kiforrott. Én úgy tapasztalom, és az elmúlt hónapok is ezt mutatták. Mi eddig is használtuk, és sokat várunk tőle. Ám úgy tűnik, hogy ez se a pluginokból olvas. Most, 100 nap után úgy látom, hogy egyelőre nem fog a Google megoldást adni. Ezért a fizetős Joomla és a Virtumart kiegészítők között kerestük a megoldást. Ez az egyik. Ezt próbáltuk először. Van egy olyan kiegészítő, amit úgy hívnak, hogy One Page Checkout. A lényege az, és ezért szeretik a webáruház tulajdonosok és a vásárlók is, hogy nem kell lépésről lépésre újabb oldalakra kattintani, hanem ahol a megrendelés van, ugyanazon az egy oldalon be tudja adni a saját számlázási adatait, a postázási adatokat, a fizetésmódot, mindent, ami egy webáruházi vásárláshoz szükséges, el tud intézni egyetlen ablakból. Igen ám. Viszont ez még mindig nem oldja meg a problémánkat. Ugyanakkor ennek a One Page Checkoutnak nyilván már volt a probléma, és azért van ilyen kiegészítője. Ha bekapcsolunk egy kiegészítőt, akkor elvileg ez megoldja az elkereskedelmi követés problémáit is. A Google konverzió követő ID-t, azt a számot kell csupán beilleszteni a Joomla oldalon keresztül a pluginba, és ugyanakkor figyelni kell rá, mert nem kell a Google konverzió követő kód scriptjét, amit az előbb mutattam azzal a sárga sárval. Azt nem kell bemásolni sehova. Ha mégis ott van, volt rá példa, akkor a Google kiírta, hogy duplikáció. Ha ez a One Page Checkout kiegészítő jól működik, akkor az analitikában láthatom, hogy melyik termékből mennyit vettek, milyen összegű vásárlás történt, melyik termék oldalon volt a vásárlás, és így tovább. Ám, ahogy ezt a fejlesztők oldala is mutatja, a One Page Checkout sem működik minden esetben kifogástalanul. 2014. júniusi update-et láthatnak itt az oldalon. Nekünk is problémánk volt vele, mert itt van egy minta. Ez az a bizonyos nullás képsáv, amit szeretnénk végre megszüntetni. Szerencsére még a napi vásárlás is több volt, mint amennyit látható. Tehát hol működik, hol nem. Megoldás? Most már úgy tűnik, hogy használjuk a One Page Checkoutot, mert a vevők nagyon szeretik, és tényleg bevált, de mérjük más kiegészítővel a konverziót az analitikában, ha ott tudjuk. Most mutatok másik három megoldást, amelyet ígéretesnek látunk, némelyik fél megoldást. Sőt, ha jól belegondolok, mind a három a fél megoldást, de majd ezt döntsék el maguk. Az egyik ez, 9 euró, fizetős. Mit tud? Elvileg hozza azokat az adatokat, amelyeket hiányolunk a Google analitikából. A webmesterekkel együtt itt beállíthatom azt, amit követni akarunk. Fel kell tölteni, telepíteni kell a Joomla oldalra. Íme itt vannak az adatok.
csak egy kis ízelítő. Meg lehet oldani némi gyakorlattal, és ha igaz, ezt ígéri, akkor az analitikában az elkereskedelmi követési adatok végre megjelennek. Viszont több útmutatót csak akkor ad, csak akkor fogjuk látni igazán, hogyha valahol kipróbáljuk. Nem a 9 eurót sajnálom, de nem vagyok meggyőződve róla, szeretnék látni még néhány képet, demót. Például egy ilyen oldalt, akkor azt mondom, hogy oké. Okay. De itt valami van, ami miatt ez megállt, attól tartok, lehet, hogy ez csak női megérzés. Mert amit most mutatok, ez már nem ugyanaz a megoldás. Ugyanígy pontosan azt kapom, amit várok. De ezek a fickók tudják, hogy ez csak náluk kapható. Vigyáznak is rá. Csak ők telepítik a kiegészítőt. Ezért kerestem én 100 napig más megoldást. 350 dollár ezért, egy kicsit húzós. Bár lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy neki megéri, hiszen a hirdetések konverziói nagyon erősen befolyásolják a napi költségvetését. Igen. Aki napi 15-20 ezer forinttal hirdet, az lehet, hogy azt mondja, hogy nem vacakolunk tovább, vegyük meg. Van még egy másik megoldás, ez bár úgy tűnik, hogy nem exportál adatokat a Google Analytica-ba, de szinte minden webáruházban jó volna egy ilyen, mert sokkal egyszerűbben összesíti a webáruházon belüli adatokat. Igaz, egyelőre csak angolul beszélt, de talán ez se zavar mindenkit. Megmutatja a bal oldalinél látható, tehát teszi, hogy valójában ugyanazokat az adatokat ígéri, mint az az általam elvártnak mondott oldal. Visszamenjünk oda. 1, 2, 3. Ezt. De hogy tudja is, a Joomla-n belül? Elvileg igen, mert van demo oldala is letöltöttem, de nem úgy néz ki, mint amit szeretnének látni. Nem kapcsolja össze az adatokat az analitikával, egyelőre úgy tűnik. Minden esetre ott a link, ha valaki akarja, nagyon egyszerűen végignézheti. Ha úgy ítéli meg, hogy neki ezekre az adatokra hasznos és szüksége van, 55 dollár. Sőt, van egy 11 dolláros verziója, és nem igazán tudtam követni, melyik miért az. A jobb oldali nyílon pedig átolvashatják a kommenteket. Tulajdonképpen elgondolkodható, főleg a nemzetközi forgalmazással foglalkozó webáruházaknál. Ez egy napi, gyors adatelemzésre, értékelésre, főleg mivel fölül összesítés. Ez jó lehet. Nekem viszont úgy tűnik, hogy a Google ingyenes megoldásaira most nem számíthatunk az analitika és a virtuális esetében. Ezért én a magam részéről ezt a 100. napon lezárom. Egyelőre. Köszönöm a türelmet és megértést mindenkinek, aki tőlem várta a megoldást. Amint látják, ez egy kicsit a fejünk fölött zajlik. Nem mondom, hogy a csillagok háborúja, de mindenféleképpen jóval magasabb szinten kell megoldásokat találni, és én úgy gondolom, hogy ez előbb-utóbb meg is lesz. Ha érdekli valamelyik fizetős kiegészítő telepítése, hívja nyugodtan Gábor kollégámat. Ő tájékozott a témában.